Bográcsban készült a palócleves, a pörkölt, de volt, aki töltött káposztát főzött, vagy helyben sütötte a krumplifánkot. Hagyományos rendezvényére várta ugyanis az érdeklődőket a mosoni polgári kör, a mosoni szabad strandon. A délelőtt fő programja, ahogy minden évben, idén is a főzőverseny volt, ahol ezúttal 10 csapat vett részt. A Nők a Városért Egyesület már nem először vett részt a versenyen. Tavaly jöttünk, és nagyon jól éreztük magunkat, úgyhogy úgy gondoltuk, idén ismét nevezünk. Milyen finomság föl? Hát palócleves készítünk. Mi szerintünk nagyon finom, már többször kóstoltuk, itt az egyesületi tagok végig kóstolták. Volt olyan csapat, akinél már hagyomány, hogy részt vesznek a főzőversenyen, így idén is nevezett a kopasz és bandája. Igyekszünk mindig jól szerepelni. Az idei felhozatalunk, amivel megpróbálunk helyezést érni, meg a vendégek ízlését elnyerni. Füstölt csülökre ültetett töltött káposzta, az a kis megszokott, de mellette most hoztunk egy olyat, hogy dámszarvas pörkölt, áfonyalekvárral és burgonyafánkkal. Ahogy elkészültek az ételek, kezdődött a zsűrizés. Idén is szakértő zsűri bírálta az ételeket. Amiket kóstoltunk, szinte mindegyik étel finom, ehető, vannak kiemelkedően, jó ízűek is vannak kiemelkedően, egyedi ételek is, amiket most láttunk. Sőt, aminek én örülök, hogy van olyan csapat is, aki nem magyar nemzetiségű. Amíg a zsűri értékelt, addig Kis Róbert harmonikás szórakoztatta a főzőversenyen résztvevőket. A nyertes csapat az idei nyárbúcsúztatón a Bozi család volt, akik marhapörköltet készítettek, kicsit újra gondolva, saját recept alapján. Délután aztán már megkezdődtek a zenés-táncos produkciók. Utána a fehérlós csoportoknak lesznek a programja egy másfél órán keresztül, utána két rockzenekar fog fellépni, és az est fénypontjaként Subbase Monster koncert lesz. Az idei nyárbúcsúztató fesztivál ismét méltó módon köszönt el a legmelegebb évszaktól.